két győzelemmel a háta mögött hasonló jó folytatásra készült a Fehérmezes ZTE a kieséstől fenyegetett Siófok ellenében. A mérkőzést mégis a vendégek kezdték jobban. A zalaiakon mintha a tavaszi fáradtság jelei mutatkoztak volna, mivel igen álmosan porozkáltak a játékosok a pályán, és gyakorlatilag két jó paszt sem tudtak bemutatni egymás után. A hetedik percben veszélyeztetett először a Siófok. Gárdos jobboldali beadására Ivancsics érkezett, aki kapásból lőtt, de Simon Falviról szögletre vágódott a labda. A 14. percben már nem voltak ilyen szerencsések a hazaiak. Ezúttal Ivancsics volt az előkészítő. A középpályás tekerte be ugyanis a szögletet, a labda középre szállt, az elalvó védők között pedig Mogyorósi bólintott az egerszegi kapuba. 0-1. A bekapott góltól sem ébredtek fel az alaiak. Továbbra is rendkívül körülményesen szövegették támadásaikat, Tajti kapujára pedig teljesen veszélytelenek voltak. Nem meglepő, hogy a 28. percben érkezett az újabb vendégtalálat. Gárdos futotta le a jobb szélen Farkast, majd éles szögből a kimozduló Szappanost is becsapva a hálóba lőtt. 0-2. Az Eténél a teljes tanácstalanság jelei mutatkoztak. A szurkolók is szorványos füttyel adtak hangot elégedetlenségüknek. Lendvai Miklós cserével próbálta felrázni csapatát, Horváth Péter helyett Babatit küldte be az első félidő hajrájában. A fiatal támadóhoz fűződik az egyetlen hazai lehetőség. A 42. percben Simon Falvi jobboldali beadása után azonban nagy helyzetben ő is fölé fejelt. Így a szünetre maradt a két gólos balatonparti vezetés. A fordulás után valamelyest felpörgött az ETE. Labdabirtoklásban egyértelműen a vendégek fölé nőttek, és most már egy-két gyorsabb támadásra is futotta erejükből. Az 57. percben Babati tesztelte Tajtit, jó 25 méterről, de a siófoki hálóőr kiütötte a kemény lövést. A 65. percben Babati emelte be a labdát a védők mögé, amire Darus tartolt, ám Tajti ismét remekülött együtt a játékkal és kifutva nagyot mentett. Az egerszegiek próbálkoztak becsülettel, de a vendégvédelem jól zárta le a területeket, így komoly helyzetig csak elvétve jutottak a kékfehérek. A 70. percben aztán végleg megpecsételődött a hazaiak sorsa. Szakály hátulról becsúszva szabálytalankodott Pappal szemben. Böcskei játékvezető sárga lappal honorálta az esetet, de mivel az egerszegi középpályásnak már volt ilyen kártyája, a kiállítás sorsára jutott. Ennek ellenére 10 emberrel is ment előre az Ete, de támadásaik egyre inkább meddőnek bizonyultak. A 80. percben még volt egy nagyobb lehetősége a hazaiaknak, de Délcek közeli lövésénél Tajti lábbal hárított. A 93. percben aztán a kegyelemdöfést is megadta a Siófok. A kitámadó zalaiak elvesztették a labdát, amivel Nagy Tamás robogott el a jobb szélen. Középre adott, ahol Pesz megjött és a jobb felső sarokba vágta a játékszert, 0-3. Az ETL ezen az estén nagy csalódást okozott szurkolóinak, a vendégek pedig teljesen megérdemelten vitték el a 3 pontot a Zalai megye székhelyről. Rendkívül örülök annak, hogy sikerült itt nyerni. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó csapat otthonában nyertünk. Azt, hogy most számszakilag 3-0 lett ez a mérkőzés, azt is láttam az ellenfélben, hogy egy kicsit kétarcú a csapat, de nyilván ez betudható annak, hogy rendkívül sok fiatal játékos van a hazai együttesnek, akik szép jövő előtt fognak állni. Nekünk viszont életbevágó volt az, hogy pontot vagy pontokat szerezzünk, hiszen szeretnénk elkerülni a kiesést. Az Zalaegerszeg az első félidőben kilátástalan teljesítményt nyújtott. A második játékrészben ugyan feljavultak egy kicsit a kékfehérek, de még a szépítésre sem futotta erejükből. Lendvai Miklós, az ETE trénere, érthetően rendkívül csalódott volt a lefújás után. Hiába lehet az ember felkészült, hiába lehet egy játékos felkészíteni bárhogyan, bármiképpen, mikor nem tudja mi az, hogy szenvedni, mi az, hogy az eredményért megküzdeni. Azokat a kifejezéseket, hogy vér kell izzadni, vagy valami meg kell szó szerint halni, félreértelmezik. A Siófok győzelmével fontos lépést tett meg a bennmaradás felé, és kissé megnyugodva várhatja a Kaposvár elleni somogyi rangadót. Az ETE pedig a következő héten ismét hazai pályán a Csákvár ellen kárpótolhatja szurkolóit.